A Könnyű László könyvtár olvasótermet megtelt a legkisebbekkel és kísérőikkel. A Déli báb társulat egy ismert dal címét választotta az előadásnak, amelyet a rácsodálkozás után örömmel énekeltek a fürkésző tekintetű kisgyermekek. A Bábszínház gondolata Svédországból származik, és azóta szinte minden országban elfogadott tény, hogy a gyermekek művészeti nevelése akár pár hetes koruktól is megkezdhető. A tamási közönségen is tapasztalható volt, hogy fiatal koruk ellenére maradéktalanul élvezték a műsort. Én azt gondolom, hogy mindenkinek le lehet kötni a figyelmét, csak olyan dolgot kell csinálni, ami érdekli őket, ami megfelel az ő korosztálybeli igényeiknek, és úgy gondolom, hát mi minden esetre próbálkozunk azon, hogy ez így legyen. A baba előadás, amellyel Tamásiba érkeztek a művészek, kifejezetten ennek a korosztálynak tevődtek össze. Itt ugyan voltak most óvisok is, de a kicsik közül. Az volt a címe az előadásnak, hogy Süss fel nap, aminek az a célja, hogy a kicsiket megismertesse, ha természetesen az ő szintjükön, az időjárással, a napsütéssel, az esővel, az esőfelhővel, a villámlással, a jégcsapokkal, a téllel. Tehát, hogy ez a célja az előadásnak, úgyhogy ezt a vonulatot tavasztól tavaszig, ezt követi végig. Valójában ez az előadás elsősorban a bölcsiseknek készül. Ők is ismerik ezeket, de ők nem annyira aktívak, mint amikor már óviba kerülnek a gyerekek, úgyhogy ők kevés énekli. Akkor énekli a bölcsis, hogyha az anyuka, vagy apuka, vagy a nagymama ölében ül, és akkor ő elkezdi énekelni, akkor természetesen énekli. Az előadást díszletelemekkel tette még érdekesebbé a Tamásiba érkezett társulat, akik hangszereiket is megszólaltatták a délelőtt folyamán. Olyan hangszereket próbáltam, hát főleg én belerakni, ami ennek a korosztálynak fogható. Tehát mondjuk, jó, nem cipelnénk, de mondjuk egy orgonát nem lehetne belerakni, mert az számukra nem fogható, méretileg sem, meg hangzásileg sem. Úgyhogy ebben a hangszerben faxilofon, tehát fából készült marimba-szerű hangszer van, akkor harangjáték van benne, amit xilofonnak szoktak emlegetni, tehát onnan esetleg jobban ismerik, van benne dob, tehát ilyen kis kézi dob, akkor van benne egy nagyon érdekes hangszer, aminek az a neve, hogy kalimba, vagy likimba. Körömmel kell pöcsörögtetni ilyen kis rövidebb, hosszabb fémlemezkéket. És van benne még egy hangszer, ami az ukulele, egy ilyen speciális hangzású, mert hogy a hangolása speciális, és ezzel is játsszuk a dalokat. A műsort követően a gyerekeknek nem kellett kétszer mondani, hogy az előadás alatt megszólaló hangszereket vegyék szemügyre közelebbről is. Nagyon érdekli őket, mert hogy ugye ütögetni lehet, és az ütögetés az már egészen pici babakortól, akinek kisbabája van, az tudja, hogy meg lehet bolondulni, hogyha vesz nekik az ember bármit, ami ütögetni lehet, de ha nem, akkor is ütögetnek mindent. Úgyhogy ezeket lehet, és hát ráadásul ezek nem olyan nagyon kényes hangszerek, bár nagyon jó hangszerek, és akkor így bátran odaadom, de végig felügyelet alatt van, tehát nagyon vigyázok azért ezekre a hangszerekre. Elégedett szülők, boldog, mosolygos gyermekek és kíváncsi tekintetek sokasága jellemezte a Tamásiban megtartott látványszínházi előadást.